2023-ban a rendszerváltás után 33 évvel ott tartunk, hogy nem emlékezhetünk meg a kitörés hőseire. A magyar rendőrség országszerte minden közterületen betiltotta a becsület napi megemlékezés megtartását. De a mi hazánk kiáll a kitörés hősei mellett. Felháborítónak tartjuk azt, ahogy a rendőrség a kitörés emlékét már-már nemzetbiztonsági kockázatként kezeli. A mi hazánk és minden jóérzésű magyar büszkén emlékszik azokra a magyar és német katonákra, akik 1945-ben fővárosunkat és általa egész Európát védelmezték a vörös veszedelemtől. Így kellene tegyen Budapest mindenkori főpolgármestere is. Ha visszagondolunk az elmúlt években szervezett eseményekre, mindig fegyelmezett keretek között zajlott a megemlékezés. Az antifákból cigányokból és LMBTQ aktivistákból álló felforgatók provokálták a történelmi hősök előtt tisztelgők csoportját. A magyar rendőrségnek nem a becsületnapi megemlékezést kellene betiltani, hanem az Európa más országaiból importált anarchisták csoportosulásait, akik nem egyszer támadtak már a kitörés 60 emléktúra részvevőire is. A szemükben mindenki náci, aki február 11-én a Budai Vár utcáira és a Budai hegységbe merészkedik. Súlyos történelmi tévhitekben él a világ. Még ma is úgy emlegetik sokan a Szovjet bevonulást, mint a felszabadító hadsereg megérkezését, holott megszállóként érkezett a Vörös Hadsereg. Miután katonákat és civileket nem kímélve írtották a magyart, és tömegesen megerőszakolták a magyar nőket, és leánygyermekeket, a nyakunkon maradtak további 45 évig. Köztünk élnek ma is a kommunizmus eszméjét szolgálók. Új köntösben ugyan, de nyakunkon a régi ellenség. A mi hazánk szükségesnek tartja az előző rendszerből öröklött közgondolkodás felszámolását, így a szocialista történelem szemlélet felszámolását. Szégyenérzet teremtése helyett magyar büszkeség tudatot szükséges ültetnünk fiataljaink szívébe. 45 hős várvédőire nyugodtan tekinthetünk példaképekként. A történelem oktatás és a közszellem helyreállítása mellett azonban megfontolásra javasoljuk a terrorházához hasonló, de baloldali narratíváktól mentes kitörés múzeum létrehozását is, ahol Budapest ostromának mindennapjai kerülhetnének szakmai szemmel nézve bemutatásra.